Manapság a nyelv ismerete számtalan előnnyel jár, ezért a Nyíregyházi Egyetem is nagy hangsúlyt fektet a nyelvoktatásra. Ennek három pillére van, amelyek közül az egyik legfontosabb, hogy önálló idősávban vehetnek részt a hallgatók idegen nyelvi órákon. 2021-es tanévben vezettük be a órarendi keretek közé beépített nyelvoktatást a felsőoktatásba. Ugye a felsőoktatásban formalizált keretrendszere van annak, hogy milyen nyelvvizsga követelményekkel szerezhet adott szakon egy-egy hallgatónk diplomát, ezt a képzési és kimeneti követelményrendszer szabályozza, ennek megfelelően a keddi, szerdai és csütörtöki órarendi alkalmak közé a reggeli sávba úgy alakítottuk ki a nyelvi óráknak a lehetőségét, hogy a semmilyen más tantárgyal számukra ütközést ne okozzon, így minden hallgató föl tudja venni és tud élni ezzel az ingyenes lehetőséggel. Több százan már jelentkeztek erre a lehetőségre. A második pillér, hogy folyamatosan lehetőséget biztosítsanak az oktatóknak és az adminisztratív dolgozóknak belső angol nyelvi képzésre. Ennek célja, hogy megfelelő idegen nyelvi kompetenciákkal tudjanak segíteni a külföldi hallgatóknak. 2018 óta közel 300 dolgozó vett részt ilyen órákon, jelenleg is 5 csoportban 40-en tanulnak angolul. A harmadik pillér pedig, hogy brit anyanyelvű személlyel beszélgethetnek, kötetlenül a nemrég átadott Erasmus Roomban. A nyelvvizsgára ugyanis ismét szükség van, az elmúlt 2 évben viszont sokan valódi nyelvtudás nélkül vehették át korábban beragadt oklevelüket. Mint bármely más felsőoktatási intézményben, ez nagyon sok hallgatónak, akinek az elmúlt években, akár évtizedben itt beragadt oklevele volt, ez megadta azt a lehetőséget, hogy most a munkaerőpiacon diplomásként oklevél tulajdonában elhelyezkedjenek, illetve végezzék ennek megfelelően a munkájukat. Ez most nem jelent számunkra olyan hatalmas problémát, és reméljük is azt, hogy a következő generáció, akit még majd az elkövetkező években is oktathatunk, minél komolyabb nyelvi tudással jelenik majd meg a felsőoktatásban, és mi ezt a folyamatot, trendet itt próbáljuk támogatni. Az Eduline február elején készített egy összesítést, hogyan változtak a nyelvvizsga árak. A Corvinus középfokú nyelvvizsgája 33.500 forintba kerül, hasonló áron szerezhetünk bizonyítványt a Pannon és az ECL vizsgán. Ez az átlagos ár. Ettől olcsóbb a Dexam és a társalkodó. Drágább viszont a BME, az ELTE Origó Nyelvi Centrum és a TELC. A legdrágábban pedig az Euroexam és az iTalk vizsgáján szerezhetünk komplex középfokú nyelvvizsga bizonyítványt.